A férfiak több mint 70%-a dolgozik már ma Magyarországon a munkavilágában. Emellett összességében 118 ezerrel dolgozunk többen idén, mint a tavalyi évben. Erről is beszélt Cseresnyi és Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár ünnepi beszédében Máté Szalkán, ahol átadták a Máté Szalkai Járási Hivatal foglalkoztatási osztályának felújított épületét. Az államtitkár szerint ez mind annak köszönhető, hogy működik a magyar gazdaság, és jó programokat valósított meg a kormány az elmúlt években. Az elmúlt időszakban szépen növekedett mind a foglalkoztattak száma, és ugyanilyen szépen csökkent a munkanélküliség száma. Azt lehet mondani, hogy az a munka, amelyet a kormány 2010-ben meghirdetett és elkezdett, amelyiknek egyik fő célja az, hogy minél többen jussanak munkához, lehetőség szerint aki tud és akar dolgozni, az mindenki a munkavilágában tudjon megélni, ez szépen lassan megy előre. Ez azt jelenti a számokban, hogy közel 4,3 millióan dolgoznak Magyarországon, egy pontosabb számot is mondanék, 4 millió 260 ezer körül azoknak a száma, akik foglalkoztatásban, munkából élnek meg. Ez egy jelentős előrelépés 2010-hez képest, hisz 2010-ben még van, mivel több mint 3 millió 800 ezeren dolgoztak csak, és ez egy kb. 550 ezer fős eltérés mutat a mi javunkra, tehát a 2015-ben dolgozók javára. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében valamivel több mint 30 ezer regisztrált álláskeresőt tartanak nyilván. Ebből Máté Szalka térségében 5800 a munkanélküliek száma. Ez a megye második legnagyobb járása, így a legtöbb ügyfél itt fordul meg a foglalkoztatási főosztály kirendeltségén. Elsőleges cél, hogy munkába helyezzük az embereket, azon belül is az elsőleges munkaerőpiacra, tehát itt a térségben megjelent, illetve térségben lévő, főleg az optikával foglalkozó cégek segítségével és ginopos források bevonásával, uniós források bevonásával az elsőleges munkaerőpiacra helyezzük az embereket. Azt tudom elmondani, hogy itt a térségben az elmúlt évben több mint 1000 fő munkaviszonyba helyezése történt meg személyben uniós forrás segítségével. Körülbelül 200-300 főnek a munkai megőrzése történt meg, azt már magyar forrás segítségével, és ami nagyon fontos, mert a megyében, illetve valószínűleg az egész országban probléma, hogy a regisztrált álláskeresők nagy hányada szakképzetlen, tehát elsősorban a képzéshez kell juttatni őket, ez a megyei adat, illetve a kirendeltségi adat is most 60%, tehát a regisztrált álláskeresők 60%-a szakképzetlen. A főosztályvezető elmondta, uniós források segítségével az elmúlt évben több mint 500 főnek tudtak szakmát adni, főképpen hiány szakmákra képezték őket, így az elhelyezkedésük is biztosított lett. Hozzátette, ha nem sikerült az elsődleges munkaerőpiacra helyezni a munkaügyi központokhoz forduló ügyfeleket, akkor a szakképzés mellett a másodlagos munkaerőpiac, tehát a közfoglalkoztatás jelenthet számukra megoldást.